Hello, Sid Roth vagyok. Üdvözöllek világomban, ahol a természet fölötti a természetes. Mai vendégem szent irítséget vált ki belőlem. Egy olyan találkozása volt Jézussal, amiben azt mondta neki, kérdezhet bármit, amit csak akar. Örülnél, ha ez veled is megesne, és válaszokat kapnál a kérdéseidre? Majd Isten elragadta őt a mennybe, ahol 8 óra hosszat töltött, és üzenetekkel tért vissza, mert megváltoztatják a te életed is örökre. Tudod, Rick, ez a kert gyönyörű. Olyan, mint a menny, ahol te már jártál, sajnos én még nem. Mi a különbség? Ez a kert tényleg gyönyörű, egyetértek, de meg sem közelíti a mennyet. Nincs a mennyhez fogható. Ez csupán a tükörképe. Ez a fizikai világegyetem csupán árnyék a mennyhez képest. De azért ez is ad egy kis ízelítőt. Én valami különöset érzek, amikor ilyen gyönyörű környezetben vagyok. El sem tudom képzelni, hogy milyen lesz akkor a mennyben. Elmentél egy 900 mérföldes motorozásra, családi üdülésre, és azért, hogy írj egy könyvet. Milyen volt? Egy nap alatt még soha nem motoroztam többet 300 mérföldnél, és azt is csak akkor, amikor még fiatalabb voltam. Most viszont tisztán és világosan hallottam az Úr hangját, hogy ezt kell tennem. Magamtól soha nem is fontolgattam volna ilyesmit, épp fájt a térdem, és úgy gondoltam, biztos lesz egy teljes hét, mire motorral odaérek. Ráadásul útközben nagy vihar keletkezett, mégis azt mondta, hogy menjek. Én pedig nagyon elszánt vagyok abban, hogy engedelmeskedjek. Abban a pillanatban meggyógyította a térdem. A vihar pedig csodás volt. Sokkal jobb volt, mint a floridai forróság. Elkezdtem keresni a viharokat, hogy azokon átmenjek, mert teljesen felfrissített. Elmesélted nekem, hogy Isten jelenlétét egyenesen magad mögött érezted a motoron. Ha velem is jelenne, én is motoroznék, ha tudnék. Én tudod, nagyon szeretek motorozni, de az Úr miatt, az ő jelenléte miatt, ez volt az életem legjobb motorozása. Voltak már az Úrral átéléseim, de ilyen, mint ez még soha azelőtt. Annyira személyes, bensőséges volt, és mindenről beszélgethetünk, amiről csak akartunk. Ez egy teljesen új nyitott ajtó lett, egy teljesen új kapcsolat az Úrral, és épp ezért akarta, hogy motorozzak. Semmi mobiltelefon, semmi nem zavarta meg ezt az időt. Akartál Istennek írni egy könyvet, mit mondott neked? Nos, azt mondta, a munka az olyan olcsó, értéktelen, bárki írhat könyvet, de a barátság nagyon értékes és drága. Ő barátságot akar. Hallottátok ezt? Isten barátságot akar tőlünk. Isten barátságra vágyik velünk. És hogy állsz Istennel kapcsolatban? Úgy értem, hogy lesz egy szolgából barát? Ez egy elég nagy ugrás, Rick. Óriási ugrás. És az igazat megvalva a legcikibb érzés, amit valaha is el tudtam képzelni. Tudod, az egész eddigi közelítésem Isten felé az volt, ahogy egy szolga közelít az Urához. Vártam mindig az utasításait, hogy megmondja, mit tegyek, és rögtön engedelmeskedtem. És mindez nagyon jó, de ő barátra vágyott, akivel beszélgethet, megbeszélhet dolgokat. Azt akarta, hogy osszam meg vele mindazt, ami aggaszt, tegyem föl neki nyugodtan a kérdéseimet, akart engem, akarta, hogy oda-vissza történjen minden. És tudod, igazából épp erre teremtette meg az embereket, azért, hogy közösségben lehessen velünk, és mégis cikinek érezted, de miért? Számomra is hihetetlen, de eddig úgy láttam őt, mint királyt, aki parancsokat osztogat a szolgáinak, vagy a katonáinak, és ha valamit mond nekem, azt megteszem, és ezek is fújta vele való kapcsolatom. Hiszem, hogy ami ehhez, az egészhez elvezetett, az volt, hogy hónapokkal ezelőtt a vele való kapcsolatom egyre szárazabbá, gépiesebbé kezdett válni, és kértem, hogy segítsen. Azt mondtam, Uram, akarom, hogy te légy az első szerelmem, akarom, hogy te légy az első gondolatom. Igazából ez az egész átélés innen indult el. De azt is mondta nekem, hogy soha nem tudnék a barátja lenni, ha nem tanultam volna meg először a szolgájává lenni. Azt mondta, hogy most viszont meg kell, hogy szabadítson a szolgaság mentalitásomból,
hogy baráttá váljak. De azt mondta, nem érhetnél el idáig anélkül, a szolgai mentalitás nélkül. Azon tűnődtem, hogy vajon Izraelnek is ezért kellett először szolgákká válni, mielőtt barátaivá válhattak. Szerintem van egy olyan idő, amikor ténylegesen meg kellett úgy ismernünk, mint mindenható Isten, aki egy magasztos teremtő, mint a baráti kapcsolatunk alapja. Mégis ő barátokat keres, de még annál is inkább, hogy legyünk neki fiai és lányai. Tudod, eldobom az agyam, amikor arra gondolok, hogy mi emberek mindenütt barátokat keresünk, de hogy Isten az, aki annyira nagyon akar barátokat, ezt nehéz elfognom. Tudod, azt mondta, hogy nincs sok barátja, és ez szinte sokkolt engem. Oké, azt megértem, miért tekint rád úgy, mint a barátjára, hiszen megfizetted ennek az árát, mindent megtettél, amire kért, szolgai mentalitásod volt, most pedig kaptál egy előléptetést. De mi a helyzet az összes többi hívővel? Mi csak savanyúságok vagyunk? Nem. Nem tudom, miért mondta ezt. Tudod, a tanítványainak azt mondta, többé nem szolgáknak nevezlek titeket, hanem a barátaimnak. Ez is olyannak hangzott, mint egy előléptetés. Mellesleg az övék sokkal gyorsabb volt. Én már 40 éve szolgája vagyok, és még csak nem is gondolom, hogy olyan jó szolgája lettem volna. Úgy mondanám, hogy a tőlem telhető legjobbat megteszem, de közel sem tökéletes. De hála Istennek, hogy ő az, aki mindig formál bennünket. Ezzel azt akarod mondani, hogy bárki eljuthat odáig, ahová te, sőt, még tovább is mehet annál. Igen, hiszem, hogy sokkal gyorsabban és jobban meg tudja tenni más. Én nem akarok már semmi mást, csak a legjobb barátja lenni Istennek, a legjobb annál, aki valaha is a barátja volt. Ő a legjobbat érdemli belőlünk. Szeretném, ha nagyszerű barátai lennének. Oké, ki barát? Milyen Isten barátjának lenni? Tudom, milyen egy emberi barátság, lehetek a te barátod például, de hogyan válsz Isten barátjává? Tudod, sokaknak vagyok a munkáltatója, tehát sok beosztottam van, de vannak közöttük kiugró emberek, akik a barátaimmal is váltak. A barátokkal együtt szoktál ebédelni, elmentek együtt, mint családok a strandra, szóval egy teljesen más kapcsolat van a barátok és a csupán beosztottak munkások között. A barátság titka a belsőséges kapcsolat. Az, hogy ugyanazokat a dolgokat szeretjük, és ugyanazokat csináljuk. Egyszerűen csak együtt akarunk lenni. És nem pedig az, hogy elvégeztük a munkát, várjuk a fizetésünket, vagy bérünket. Időt akarunk együtt tölteni, egymással, közösségben. És tudod, én még néha bogdácsolok. Úgy gondolkodom magamról, mintha még egy kis csecsemő barát lennék. Épp még csak most kezdődik számomra ez az új életút, amikor elkezdem megérteni, mit jelent Isten barátjának lenni. Szeretném, ha te is velünk tartanál ebben a kalandban. Én biztos, hogy belevágok ebbe a kalandba, és ha én megteszem, neked is meg kell tenned. Nagyon sok barátot fogunk szerezni Istennek. De ez veled kezdődik, velem kezdődik, Rickkel kezdődik. Amikor visszajövünk, tudni szeretném, hogy szoktál Jézussal úszni. Ahogy már mondtam, Rick szent irítséget vált ki belőlem. A motorján van, 900 mérföldet utazik így, mialatt Isten beszél hozzám. Mennyire tisztán hallottad meg Isten hangját? Annyira hangosan, tisztán és világosan, minden szót teljesen hallottam és értettem. Pont úgy, ahogy most az én hangomat hallod? Igen, de nem a külső, hanem a belső fülemmel hallottam. Így tudnám leginkább leírni. Mit jelent az, hogy a belső füleddel hallottad? Ugyanolyan tisztán, világosan és érthetően hallottam őt, mint ahogy téged most. Rick elmesélte nekem, hogy amikor először láttam az Urat, annyira megdöbbentem, hogy elfelejtettem minden kérdést, amit föl szerettem volna tenni neki, de most nagyon sok kérdése volt, amiket föl is tett neki, bárcsak én is megtehettem volna. Mondd el, te milyen kérdéseket tettél föl? Nos, én mindenfélét kérdeztem tőle, még olyan kis buta kérdéseket is föltettem, hogy mit gondol a sportról? Jézus, téged érdekel ez? Ez tényleg egy buta kérdés volt, én biztos valami más szerettem volna megtudni, és nem ez. Én is, de akkor is ott ez a kérdés jött. Na és mit gondol az Úr a sportról? Tudod, hogy csak vicc, ez egyáltalán nem buta kérdés. Sok válasz az Úrnak nem volt egyenes válasz. Azt felelte, mindazt szeretem, amit te szeretsz. Csak azt kívánom, bárcsak mindazt velem együtt tennéd, és nem külön tőlem. Ez azt jelenti, hogy bármit, amit teszünk, az Úrral együtt tegyük. Úgy, hogy tudatában vagyunk az ő jelenlétének, és tudatosan vele együtt tegyük, közösségben vele. Ezt éreztem, amikor ezt mondta. Úgy tűnt, semmi kifogása nincs a sporttal szemben. Azt is mesélted nekem, hogy vele szoktál úszni. Ez mit jelent számodra?
Amikor üdülésen vagyunk, minden nap szeretek egy-két órát úszni. A legtöbbször delfinek vesznek körül, ott úszok közöttük, és ilyesmi. De ezen a nyaraláson, amikor úszni mentem, hadd mondjam el, annyira erőteljes és valós volt az ő jelenléte, hogy nem is tudtam másra figyelni, csak őre, és csak vele beszélgetni. És emlékszel még, mit mondott? Ugye ez az egész üdülés erről szólt, mivel én könyvet akartam ott írni, és azt mondta, felejtsd el a könyvet, az bárki tud írni. Én barátot keresek. Ő egyszerűen csak velem akart lenni. Azt mondta, beszélgetni szoktál vele, olyankor látod is őt? Nem, legalábbis nem ezekkel a szemekkel, csak a szívem szemeivel. Nem tudom például, hogy a vízben volt ő is, és úszott velem, vagy épp a vízen járva volt mellettem, mégis a jelenléte annyira valóságos volt. Tudjátok, volt egy Brother Lawrence, magyarul Lőrinc testvér nevű ember, aki egy kolostorban élő szerzetes volt. A feladata a mosogatás volt. Neki megvolt az, amiről Rick is beszél. Tudom, hogy neki ez megvolt. Olyan emberek is eljöttek, és időpontokat kértek tőle, csak hogy találkozhassanak vele, akik magas beosztású, kormányzati szinteken voltak, és nagy hatalomban lévő uraságok is. Méghozzá azért akarták látni, mert nem csupán benne volt Istennek ez a hatalmas jelenléte, hanem sugárzott is ki belőle. Itt van egy szegény mosogató, akivel mindenki beszélni akar. Kérdezted Isten Brother Lawrence kapcsán? Igen, ez egy jó kérdés volt. Azt mondta az úr, hogy nagyon szeretett együtt mosogatni Brother Lawrence-szel. Ebből tudtam, hogy egy nagyon különleges kapcsolatuk volt. Oké, segíts ki engem. Te vagy Brother Lawrence, aki mosogat. Szerinted ő mit tett a Jézussal való kapcsolatában, a vele való közösségében? Szerintem a mosogatás nagyon szolgai, vagy akár cselédi feladat. Lehet, hogy jobban vágyott volna valami világot megváltó feladatra, azonban szerintem ő azt tette, hogy minden egyes tányért úgy mosogatott el, mintha maga Jézus evett volna azokról, mivel Jézus maga mondta, ha bármit tesztek, egyele kicsinyek közül azt velem teszitek. És talán minden tányér elmosásánál imádkozott azokért, akik majd arról esznek. Beszélgetett az Úrral azokról az emberekről, mivel ő gyakorolta tudatosan a jelenlétét, mert Jézus mindig velünk van. Én is próbálom ezt sokszor tenni, és ugyan szégyellem, de sokszor elfelejtem. Veled is előfordul ez? Állandóan. Ma például egész nap gyakoroltam jelenlétét, és tudod, azon a nyaraláson voltam a legközelebbi kapcsolatban az Úrral. Soha addig nem éreztem magam olyan közel hozzá, mint akkor, abban az intim, bensőséges kapcsolatban. Van ez azóta is többször, azonban van úgy, hogy egy fél nap is eltelik úgy, hogy alig gondolok rá, mert nagyon elfoglalt vagyok különböző dolgokkal, munkával, de ez egy folyamat, és én akarom ezt. Akarok eljutni oda, ahová ez a testvér, de még most vagyok az elején. Valamelyik nap te és én együtt ebédeltünk, és akkor azt mondtad, Sid, versenyezzünk! Szerintem te az a típus vagy, aki szeret versenyezni. Igen, ilyen vagyok, nekem ez ad egy löketet. Szerintem ez jó. Segít, ha találsz magadnak egy olyan barátot, aki akarja ezt, aki éhezi azt, hogy Isten barátja legyen annyira, hogy a barátok egymást folyamatosan kihívások elé állítják. Én úgy gondolom, nincs is annál magasabb rendű cél ezekben az időkben, annál, mint hogy Isten barátaivá váljunk. Sőt, mondtad, ha egyszer barátjává válsz, még onnan is mehetsz feljebb. Ezt mondta nekem az Úr. Azt mondta, a barátság sokba kerül. Be kell fektetned, investálnod. A barátsághoz ténylegesen, teljesen oda kell adnod magad. De, mondta, a fiak ára megfizethetetlen. Tudtam, hogy épp ez az, amiről Pál apostol a Filippi 3-ban beszélt, a halálához közeledve, amikor azt írta levelében, nem hiszem, hogy elértem ezt. Ő nem az üdvösségről vagy az örök életről beszélt, hiszen hit Jézus engesztelő áldozatában a keresztben, amiről itt beszélt, az Isten magasfokú elhívása Jézus Krisztusban. A halálához közeledve mondta azt, aki véleményem szerint minden idők legnagyobb Isten embere volt Pál, nem gondolom, hogy elértem volna, de azért küzdök, hogy elérjem Isten nekem magasabb szintű elhívását. Oké, ha már belőled is kiváltotta Rick a szent irigységet azzal, hogy ilyen beszélgetései voltak Istennel, akkor mennyivel inkább az, hogy 8 órát töltött a mennyben. Én szeretném megtudni, mit látott és hallott és tanult. Mindjárt visszajövünk.
Rick 8 órán át a mennyben volt. Nemrégiben megkérdeztem tőle, mi volt a két legnagyobb jelentőséggel bíró dolog, amit a mennyei átélése során tapasztalt vagy hallott. Mondd el azt, amikor az Úr azt mondta neked, hogy az öröm kulcsát kaptad meg. Mit értett ez alatt? Azt mondta, hogy használtam az örök örömhöz való kulcsot ahhoz, hogy ebben az átélésben legyen részem. De mégis mi az? Én is épp ezt kérdeztem. Uram, mit tettem én? Milyen kulcs? Azt felelte, hogy amikor a szívemben elhatároztam, hogy olyan dolgokat teszek, amik neki örömet és élvezetet okoznak, ahelyett, hogy csak a saját magam örömét vagy élvezetét keresném, azt mondta, ez a kulcs az örök örömhöz, mert az Úr öröme a mi erősségünk, és nem a saját örömünk. Szóval a legtöbb hívő rosszul értelmezte az öröm fogalmát, a legtöbb hívő azt hajszolja, ami nekik szerez örömöt, és bár kissé ellentmondásosnak tűnhet, de ha jól értelek, Rick, ezt a kulcsot akkor kapod meg, amikor azt keresed, hogy Istennek mi okoz örömet, az, aminek ő örül. És akkor te is még több örömet kapsz, és nem pedig akkor, amikor a saját örömödet keresed. Ez az, amit ez jelent? Azt mondja az Úr, hogy a saját maga örömére, élvezetére alkotott meg bennünket. Szóval elkezdtem tanulmányozni és kutatni, hogy mik azok a dolgok, melyek Istennek szereznek örömet. Elhatároztam, hogy minden nap ilyen dolgokat akarok tenni. Amennyire tőlem telik, ezen a mai napon örömöt akarok okozni az én Uramnak. Ahogy ezt tettem, erre mondta az Úr, hogy ez volt az a kulcs. De azt is mondta, hogy ezzel a kulccsal minden egyes hívő ember rendelkezik, és tudja is használni minden egyes nap. Ez pedig nem más, mint lényegében az, hogy őrá figyelünk, őrá fókuszálunk, ezzel okozunk neki örömet és élvezetet. Az Úrnak az öröme, ami erősségünk. Mondaná két olyan gyakorlati dolgot, amit ha teszel, az örömet okoz neki. Például azt mondja, gyönyörködik az igaz, buzgóságos imájában. Szóval megpróbálok minden gondolatot fogjul ejteni, és a hasztalan képzeletek közbenjárásá imává fordítani. Az elmémet, a gondolataimat neki adom, hogy használja, és folyamatosan imádkozom, tudatosan elhatározva magam erre. Egy másik, amit mond a Biblia, hogy nagy öröm van a mennyben egyetlen bűnös ember megtérésén. És szerintem tudod is, hogy erre teljesen oda kell magunkat szánnunk, hogy egy alapja legyen az életünknek, hogy az Úrhoz vezetünk embereket. Volt egy másik nagyon jelentős átélésed is a mennyben, mely szinte hihetetlen számomra, meséld ezt el. Már ezt megelőzően is voltak mennyei átéléseim, de az összes közül ez volt a legnagyobb és legjobb. Azt mondta, most jött el, hogy ezt hagyta átélnem, és még egyszer nem fog megtörténni. Ez nem volt olyan vicces, tudod? Mondhatom, hogy az egész mennyei átélésem alatt a legnagyobb kijelentést a koinója közösségről, ami az együttlét görögül kaptam, ami meg kell, hogy legyen nekünk Istennel és egymással, mert enélkül még a menny sem lenne menny, nélküle és egymás nélkül. Hiszem, hogy Isten arra alkotta meg Ádámot, hogy jobban szüksége legyen rá, Istenre, mint bármi másra, de ugyanakkor más emberekre is szüksége legyen. Szükségünk van erre a kenaniai közösségre, amire elhívást nyertünk, ami az egyházunk alapja is kellene, hogy legyen. Az alap munkaköri leírásunk, amire elhívást kaptunk, hogy szeressük Istent. Szerintem, ha teljesen elhatározunk erre magunkat, ez lehet a fő dolog az életünkben, amire odaszánhatjuk magunkat. Ez a legfőbb olyan dolog, ami meghatározza, hogy sikeresek leszünk-e vagy sem. Az, hogy mennyire szeretjük Istent, aztán pedig egymást. Ennek a két dolognak a manifestációja, megnyilvánulása hozza el a mennyet a földre. Ez az, amit megmutatott nekem az egész átélés végén. Tehát le kell hoznunk a mennyet a földre. Szerintem ez az elhívásunk alapja. De tudod mit? Ez emlékeztet engem a Messiásra, aki egyszer azt mondta, ha ezeket teszitek, betöltitek a teljes törvényt. És mi volt ez a két dolog? Szeresd Isten teljes szívedből, és szeresd fele barátodat, úgy, mint magadat. Ez ennyire egyszerű. Igen, azt mondja az ige, senki el ne térítsen bennünket a Krisztus iránti egyszerűségtől. Szeretném, ha imádkoznál bármiért, amit Isten mutat neked, hogy kapjunk egy mennyből jövő impartációt, ami megadja nekünk a kezdőlökést az Istennel való barátságunk kezdetéhez,
és ahhoz, hogy belejárhassuk ezt a szeretet utat. Megtennéd, hogy imádkozol? Uram, imádkozom mindenkiért, aki hallgat vagy néz bennünket. Uram, azt kérem, hogy a legnagyobb odaszállás legyen meg, hiszen ez a legnagyobb teljesítmény, amit elérhetünk az életünkben, amire a figyelmünket összpontosítjuk, a fókuszunkban az legyen, hogy mindennél jobban szeretünk téged, és hogy aztán szerethessük egymást, amennyire csak kellene. Uram, kérlek, tegyél bennünket ezen a téren ragályossá. Azt kérem, hogy legyen Isten szeretete annyira ragályos, hogy mindaz, aki kapcsolatba kerül velünk, elkapja tőlünk, és soha ne tudjon belőle kigyógyulni. A Jézus nevében imádkoztam. Amen. Amikor te Isten szeretetében jársz, az új szövetség szerint magával Istennel jársz. Amikor az ő szeretetében lakozol, Istenben lakozol. Szóval, kihívás elé állítalak, akár csak saját magam. Légy Isten barátja. Az első lépés ahhoz, hogy a barátja légy az, hogy mindentől megválsz, ami elválasztana téged tőle. Ezt úgy hívják bűn. Hidd el, hogy Jézus helyetted halt meg, és amikor te megtérsz a bűneidből, ő soha többé meg nem emlékezik azokról. Majd kérd őt, hogy lakozzon a bensődben, és legyen az urad. Üdvözlünk az ő családjában.